Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt. Fésünk ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer bele halunk. Egy csömöri osztály immár 3 éve hívja fel a figyelmet az olvasás fontosságára. A csapat minden évben fut a Vivicittán, amely köré adománygyűjtést is szerveznek, hogy kulturális célokat segítsenek. 2018-ban a kultúra mindenkié volt a mottójuk, adománygyűjtésükhöz a Víg Színház is csatlakozott. A beérkezett adományokból az 5. Dések család nélkül nevelkedő gyermekeknek és fiataloknak biztosítanak kulturális élményeket. A 4 támogatott gyermekotthonból elsőként az Esztergomi Lánynevelő Intézetben élőknek szerveztek egy különleges estét, hiszen közülük többen még nem jártak színházban. Az esztergomi lányok a Pál utcai fiúk előadást nézték meg, majd az előadás után egy-egy könyvet is kaptak ajándékba, és a 2 főszereplő, Wunderlich József és Vecsei H. Miklós, azaz Boka és Nemecsek is csatlakozott a csapathoz. A fiatal színészeket a kultúra fontosságáról, szerepéről kérdeztük. Most ugye a Pál utcai fiúk előadás után vagyunk, ami nagyon nagy sikernek örvend, azért mert úgy tűnik, hogy a mostani kultúrából vagy az országból hiányzik a grundélmény, hiányzik az, hogy valaki őszintén kiálljon a maga elvei mellett, és ezzel barátokat gyűjtsön, és együtt tudjanak küzdeni valamiért, ami akár fontosabb, mint ő maguk. És szerintem ezek a gyerekek nagyon minden pillanat, életük minden pillanatában keresik az ilyen barátságokat, és valahogy most talán nehezebb megtalálni, és ez a darab, meg maga minden más kulturális tevékenységek is segíthetnek nekik abban, hogy olyan barátokra lejjenek, mint Boka és Nemecsek. Igen. Kicsit tágabban talán én azt figyelem, hogy egyre nehezebb értelmeznünk azt a világot, ami körülöttünk van, és nem csak agyi értelmezésről, tehát nem csak az elméről beszélek, hanem a lélekről, hogy a lélek egyre nehezebben értelmezi ezt a világot, ezt a nyüzsgést, ami körülöttünk van, a telefonok, a stb., amiről ez 1000 millió féleképpen lehet vélekedni, és lehet, vannak róla millió írás és cikkezés és minden, de szerintem ebben az előadásban egy kicsit benne van az is, hogy segítünk abban, hogy a fiatalok megtaláljanak megtalálják azt a szenvedélyt, vagy azt az irányt, hogy amin keresztül ők tudják értelmezni a körülöttük lévő történéseket. Tehát szerintem az a legfontosabb, hogy azokat valahogy a lelkileg el tudják önmagukban helyezni. Meg mi is. Meg mi is. Igen, hogy mi egyáltalán mi ez a világ, amiben élünk, hogy azt jobban megértsük. Hát, ha jól tudom, akkor így ez... ország 90%-a nézi a kereskedelmi csatornákat esténként, ami szerintem bűnszintre van rontva. És lezullasztva. Igen, és egyszerűen nincs más lehetősége az ország 90%-ának, mint hogy ezeket nézze. És minden, ami ebből a számomra hát nem jó dologból kihúzza őket, és segít nekik tulajdonképpen először értékeket a kezükbe adni, mert ezek olyan dolgok, amiket az ember nem az érzésekkel vele születik, de ezek kis tudásmagok, amiket ha az embernek nincs egy jó tanára, nincs egy jó mester, akkor még egy könyvből, vagy egy jó társaságból megkaphatja, és én ebben bízom, hogy ezek a lányok, akiknek lehet, hogy nem mindig van erre lehetősége, az ezekből a kis projektekből kapnak valami ilyesmit.